Rendkívüli gyermeknap, a Sóstói Múzeumfalu készül különleges meglepetéssel. Gépkocsi tűz, a baj odafigyeléssel megelőzhető. Baby boom, új jövevények a Nyíregyházi állatparkban. Híradó a Nyíregyházi televízióban, jó estét kívánok! Koncerttel, cirkuszi showval, egésznapos színes kavalkáddal várja a kicsiket és nagyokat a Sóstói Múzeumfalu július 30-án. A rendkívüli gyermeknapon az érdeklődők bekapcsolódhatnak a restaurátorok munkájába, vagy akár egy rögtönzött ásatáson a régészek feladatait is kipróbálhatják. A József András Múzeum is különleges programmal készül a nyáron, augusztus végén az erdélyi fejedelemséget bemutató nagyszabású kiállítás érkezik a megyeszékhelyre. Nem csak a plakátok, hanem a programok is színesek a Sóstói Múzeumfalu különleges nyári rendezvényén, amelyen a kicsiké lesz a főszerep. A Skanzenben első alkalommal rendezik meg július 30-án a rendkívüli gyermeknapot, amely minden korosztály számára egész napos családi szórakozást ígér. Úgy gondoltuk, hogy nyár közepén, a kellős közepén csinálunk egy olyan napot a családok számára, amelyik vonzó programot jelenthet gyereknek, felnőttnek egyaránt, hiszen a Sóstón is sok nyaraló van, és úgy gondolom, hogy Nyíregyházáról sem megy el mindenki, vagy visszajött, vagy még csak készülődik, és hogyha akik itthon vannak, azoknak egy kellemes nyári programot kínálunk a Sóstói Múzeumfaluban. Kutya bemutató és mesemorzsoló is szerepel a programban, de gyermekdalokkal és megzenésített versekkel színezett koncertet ad a Mintapinc zenekar, Molnár Zoltán bűvész elképesztő és vicces trükkökkel varázsolja el a közönséget, a Tintaló Társulás utcaszínházi darabjából egy kapásra váró horgász és egy szellem párharcának sok szellemességgel fűszerezett történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, valamint Naninsky különleges akrobatikus táncos komikus show műsora a klasszikus cirkuszművészetet idézi meg. Persze a hagyományos dolgok sem maradhatnak el, így a gyermekek népi játékokat tanulhatnak, néptáncot robhatnak, kézműveskedhetnek, ha pedig a sok programban megéhezne a család, akkor az Analcsiportán a népi gasztronómia remekjeivel csillapíthatják étvágyukat. A szervezők azt is szeretnék, ha a gyermekek a múzeum mindennapi munkájával is megismerkednének, természetesen játékos és interaktív formában. Így aki szeretné, kipróbálhatja magát restaurátorként, vagy egy régészbőrébe bújva kutathat érdekes leletek után egy rögtönzött ásatáson. A gyermeknapra érdemes korán érkezni, mert az első 250 látogató zsákban macskát húzhat, a zsákban lapuló ajándékkuponokat pedig beválthatja a nap során a különböző helyszíneken. Bátori Zsigmond tallérjai, második Rákóczi György aranydukátjai. Akár ezek a pénzritkaságok is megtekinthetők majd a József András Múzeumban a nyár végétől. A múzeum nyáron sem tétlenkedik, már most készül egy egyedülálló kiállítással. A Fejedelmeink mesés kincseit címet viselő tárlaton az erdélyi fejedelmek fizetőeszközein keresztül szeretne egy közel 150 éves történelmi áttekintést nyújtani a múzeum. Ennek a kiállításnak a szándéka az, hogy a fiatalokkal minél jobban megismertessük az erdélyi fejedelemség történetét, és tudatosítsuk bennük azt, hogy a magyar nemzet történetének szerves részét képezi, és ezzel valahogy mi hozzá szeretnénk segíteni ahhoz, hogy a magyar nemzeti identitást egy kicsit erősítsük. A kiállításon megtekinthető lesz a Magyar Nemzeti Bank 216 tallérból álló törőgyűjteménye, a Magyar Nemzeti Múzeum 45 aranydukátja, 13 erdélyi verető, illetve díszszabják, buzogányok és sodronyingek is. A kiállítás augusztus 26-ától várja az érdeklődőket. Nyáron is változatlan ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket a NAV-nál. Aki viszont nem szeretne várakozni, az online időpontot foglalhat az ügyintézéshez. Gyorsabb ügyintézés és a sorban állás elkerülése. Két jelentős előnye annak, ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján foglal valaki előre időpontot. A NAV honlapján érhető el ugyanis az ügyfélszolgálati időpontfoglalás, melyel az ügyfelek legfeljebb két hétre előre, és legkorábban a foglalás utáni második napra tudnak időpontot foglalni. 9 ügytípusban lehet előre kiválasztani az alkalmas időpontot a NAV központi ügyfélszolgálataira. Márciustól bővült azon intézhető ügyek köre, amelyekre már időpontot is foglalhatnak az ügyfelek a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a központi ügyfélszolgálatra, Nyíregyházára. Ezek között az ügyek között megtalálható a bevallásnak az ügyintézése, az adókártya igénylés, illetve azoknak az igazolásoknak a kiadása, amelyek szükségesek az adózók számára.
Online időpontfoglalás esetén az ügyfélnek először ki kell választania, melyik központi ügyfélszolgálaton szeretné intézni ügyét, majd meg kell adnia az intézni kívánt ügy típusát, és ezt követően választhatja ki a számára kedvező szabad időpontot. Nem csak saját ügyben van mód az előzetes időpontfoglalásra, a meghatalmazottként, képviselőként eljárók is élhetnek a lehetőséggel. Amennyiben az ügyfél a foglaláskor e-mail címét is megadja, akkor a foglalás részletes adatairól elektronikus visszaigazolást is kaphat. Tavaly több mint 95 ezeren fordultak meg a NAV Nyíregyházi Központi Ügyfélszolgálatán. Közülük alig több mint 300-an éltek az online időpontfoglalás lehetőségével. Idén kevesebb mint 6 hónap alatt már mintegy 400 fő foglalt előre időpontot interneten. Az elmúlt időszakban több gépjármű tűz is történt a megyében, ütközés során ritkán gyulladnak ki a járművek, nagyobb a valószínűsége annak, hogy valamilyen műszaki hiba okozza a füstöt és a lángokat. Ilyenkor azonnali cselekvésre buzdítanak a szakemberek. A tűz meggyulladásának alapfeltétele, hogy éghető anyag, gyulladási hőmérséklet és megfelelő mennyiségű oxigén legyen. Mivel egy autó motor és utas tere a gondos tervezés ellenére is nagyon sok éghető anyagot tartalmaz, így nem árt az óvatosság. Ha egy kocsi meggyullad, akkor szinte pillanatok alatt elborítják a lángok. A tűz mellett a felszabaduló, mérgező füst is káros lehet az emberi szervezetre. A gépkocsi tüzek egész évben komoly problémát okoznak a katasztrófavédelem munkatársainak. Több olyan gépjármű tűzeset is történt, amely nem csak ütközés következtében, hanem akár mozgó gépjármű gyulladt ki. Éppen ezért fontos arra felhívni a lakosság, illetve a gépjárművezető tulajdonosok figyelmét, hogy figyeljenek oda azokra az átalakításokra, illetve magára a gépkocsi karbantartására, amelyek a tűzmegelőzést szolgálják. Hogy mire gondolunk, akár egy elektromos átalakításnál csak szakműhelyben végezzék el ezeket az átalakításokat, hiszen egy melegedő kábel is könnyen lángra lobbanthatja nem csak a gépkocsi motor, de az utastarét is. A szakemberek szerint az olajcseréket is óvatosan kell végezni. Oda kell figyelni, hogy pangó folyadék ne kerüljön a motortérbe, hiszen a felmelegedő motor vagy kipufogó begyújthatja az olajfoltokat. Gyakran okoz autótüzet a járműből kidobott még égő cigarettacsik, amit a menetszél fúj vissza az utastérbe. Amennyiben valaki az utasfülkében égett szagot érez, és a nyomában vékony füstcsíkot lát, azonnal meg kell állni, le kell állítani a járművet és kivenni a gyújtás kapcsolóból a kulcsot. A gyújtás levételével, majd az akkumulátor lekapcsolásával ugyanis áramtalanítani lehet az autó elektromos rendszerét, ezáltal megszűnhet a zárlatos vezeték túlmelegedése. A katasztrófavédelem munkatársai azt javasolják, minden autóban legyen egy kézi tűzoltókészülék, amellyel a kezdődő lángokat a tűzoltók helyszínre érkezéséig szakaszos üzemeltetés mellett el lehet folytani. Új orgonával bővült a Nyíregyháza kertvárosi református gyülekezet. A hangszer májusban érkezett még Svájcból a templomba, ahol most állítják össze. Az orgona érkezését ünnepi Isten tisztelettel ünneplik. Látod, van ezen egy gyűrű. Ott a lámpa világít ide. A sípokat teszi épp a helyére a kertvárosi református templom új orgonájában Kerekes Sándor. A gyülekezet kántora már napok óta az új hangszer összeépítésén fáradozik. Az 1966-ban készült orgonát még májusban a svájci Kreuzlingenben vásárolta a közösség, ahonnan magánúton autóval szállították haza. Svájcban használta egy evangélikus gyülekezet, de maga a gyártmány ez egy német gyártmány, a Walker cég gyártmánya. Ez egy nagyon jelentős, mai napig élő cég, és az 1780-as évektől gyártanak orgonákat, apáról fiúra szállt a hagyomány. Ez a 4900. körüli opuszuk, ez a hangszer. Az orgona egy nevezetes napon, május 22-én, a Magyar Református Egység napján érkezett meg Nyíregyházára. A központi elemét egyben szállították, így azt végül egy targonca segítségével tudták a karzatra emelni. A gyülekezet eddig egy elektromos orgonával rendelkezett. Ezt akarták lecserélni egy jobb, a templom ékéül is szolgáló pneumatikus orgonára, de a hangszer segítségével a közösség és a környék zenei életét is szeretnék fellendíteni. Így tavaly megindult a gyűjtés az új orgonára. A presbitérium elé tárta a kántorunk azt a kérelmet, amelyben szeret
lehetett volna egy gyülekezet, egy orgona alapot létrehozatni. Ezt meg is tettük, támogatta a presbitérium. Elkezdtük meghirdetni a gyülekezet körében, és elkezdtek gyűlni az adományok. Majd ő maga helyi vállalkozókat, olyan embereket igyekezett megkeresni, akikről úgy gondolta, hogy tudnak és akarnak segíteni, és így szép lassan össze is jött a rávaló. Az orgona már most is szépen szól, azonban még akad tennivaló bőven, mire valódi kincse lesz a templomnak. A tervek szerint azonban még nyáron teljesen elkészülnek a hangszer összeállításával, és a gyülekezet egy ünnepi istentiszteletben fogja köszönteni az új orgona érkezését. Borbé Bélát köszöntötte 90. születésnapja alkalmából családja és Tormási Géza önkormányzati képviselő. Béla bácsi 1927-ben született Záhonyban, később a család pátruhára költözött. Nyíregyházán járt polgári iskolába, majd felnőttként Estin Kisvárdán érettségizett. 17 éves korától a MÁV-nál dolgozott egészen nyugdíjazásáig. 1955. májusában kötött házasságot Lázár Lenkével, 60 évet éltek együtt. Két lányuk született. Béla bácsi és családja 1987-ig Záhonyban lakott, nyugdíjba vonulása után költöztek Nyíregyházára. Az ünnepelt napjait három unokája és négy dédunokája teszik szépé. Különleges állatok születtek a Nyíregyházi Állatparkban. Mindjárt mutatjuk a részleteket, előtte még nézzük a nap további híreit. Csütörtök reggel 6 órakor megkezdődött a 4-es számú főútvonalon Rozsrét szőlő és Császárszállás között az M3-as autópálya le- és felhajtó sávjánál a burkolati jelek újrafestése. A feladatokat forgalomkorlátozás mellett végzik a munkások péntek délutánig. Csütörtök reggelre a Fazekas János téren egy villanyoszlopot borítottak ki ismeretlen tettesek. A kár igen jelentős, hiszen az oszlop eltört. Az áramtalanításhoz kiérkeztek az E.ON munkatársai, akik megkezdték a villanyoszlop pótlását. Sóstóhegyen a Templom utcán ismeretlenek az éjszaka során kidöntöttek egy kreszttáblát és megrongáltak egy villanyautomata szekrényt. Tettükkel jelentős anyagi kárt okoztak, az elkövetőket a rendőrség keresi. Baleset történt csütörtök reggel a Semmelweis utcán. Egy kerékpáros férfi elé fordult szabálytalanul egy haszonjármű. A biciklis felborult, nem sérült meg járművében, viszont jelentős anyagi kár keletkezett. Forgalmi rendváltozásra számítsanak a közlekedők Sóstón a Blaha Lujza sétányon. Az egyirányú utcában hétfőtől péntekig egy építkezés miatt tilos a várakozás. A 38-as számú főútvonalon Rakamaz és Nyírtelek között útfelmarás lassítja a közlekedést. A főútvonal forgalma váltakozó irányba halad. A Magyar Közút a munkálatokat előreláthatóan 2 hét múlva fejezi be. Két újabb jövevénnyel ismerkedhetnek meg a Nyíregyházi Állatpark látogatói, hiszen egy sárga szakállas maki és egy grévi zebra látott napvilágot. A különleges állatok anyjuk mellett töltik mindennapjaikat, és szépen fejlődnek gondozóik nagy örömére. Ismét járt a gólya a Nyíregyházi Állatpark grévi zebráinál. Füles az elmúlt egy hónapban kétszer is apa lett, hiszen a vele egy kifutóban élő nőstények 2 hét különbséggel adtak életet egy-egy kis zebrának. Az Afrika panorámában először Lucy, a zebralány született meg, majd követte őt fél testvére, egy csődör. A Magyarországon csak itt látható grévi zebra csoport így már 5 tagot számlál. A grévi zebra a legnagyobb termetű zebrafaj, és egyben a legnagyobb vadon élő lóféle. Természetes élőhelyén mindössze 2000 egyed él belőle. A fajt elsősorban élőhelyének szűkülése veszélyezteti. Ma kizárólag Dél-Etiópia és Kenya száraz területein fordulnak elő egyre kisebb számban. A többi zebrától eltérően a grévi zebrák nem alkotnak állandó csordákat, a különböző nemű egyedek véletlenszerűen verődnek össze. A látogatók, ha türelmesek és ha jól figyelnek, észrevehetik a Nyíregyházi Állatpark majomerdejében élő sárga szakállas maki bébit, amely édesanyja hasába kapaszkodik.
Igazi különlegesség, majót vagy más néven sárga szakállas maki született itt a Nyíregyházi Állatparkban. Az apróság most lesz 3 hetes, és születése pillanatától kezdve már anyja hasán csimpaszkodik. Anya tejjel táplálkozik majd még, de hamarosan majd elkezdi a gyümölcsökből és zöldségből álló takarmányt is fogyasztani. Aki bejön a Nyíregyházi Állatpark maki erdejébe, közöttük is sétálhat, és testközelből csodálhatja meg a Madagaszkár mellett Majót szigetén élő különleges maki féléket. Az országban csak Nyíregyházán élő sárga szakállas maki tenyész csapat igen eredményes, hiszen minden évben születik valamelyik nősténynek utóda. Így már 9-en laknak társbérletben a hatalmas méretű sarkantyús teknősökkel. A sárga szakállas makik a barna makik családjába tartoznak, és ott külön alfajt képviselnek. Eredeti élőhelyükön először szellemnek gondolták őket az európai felfedezők, hiszen a sötétben csak rikító sárga szemüket látták és jellegzetes kiáltásukat hallották. A főemlősök idejük nagy részét a lombok között töltik, de néha a földön keresnek maguknak élelmet. Kínosan ügyelnek a tisztaságra, nem csak a kicsinyek, hanem a felnőttek egymás bundáját is rendszeresen ápolják. Jövő héten rendezik Győrben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, röplabdában a nyíregyházi színeket 3 játékos is képviseli majd a versenyen. Július 23-án vasárnap tartják az ünnepélyes megnyitóját Győrben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak, amelynek programjában a röplabda is szerepel. Házigazdaként mindkét magyar válogatott részt vesz a megmérettetésen. A lányoknál a Fátum Nyíregyháza 2 fiatal játékosa is helyet kapott a keretben. Nagyon fontos megerősítése a nyíregyházi röplabdázásnak, hogy nem csak felnőtt szinten vagyunk eredményesek, hanem idén ugye minden korosztályban bejutottunk az országos döntőbe. Nyilván ez is az oka annak, hogy az EIOF-on 2 játékosunk is szerepel. Az egyikük igaz, egy friss igazolás, ugye a Vasasból érkezett a Kotor Máréka, viszont Kundrák Eszter évek óta itt játszik nálunk, és hát azt remélem és azt is gondolom, hogy ők erősségei lesznek a magyaroknak. Arról nem is beszélve, hogy az EIOF-nak az egyik arca, a Kotor Máréka, látjuk a plakátokon, ez is nagy büszkeség. A Fátum 2 játékosa mellett még a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlásából Papp Dorka is bekerült a végleges keretbe, így ő is ott lehet Győrben. A lányok 3 csoportmérkőzést vívnak, július 24-én Szerbia, 25-én Oroszország, 26-án pedig Szlovénia legjobbjai lesznek a magyar válogatott ellenfelei. A csoportból az első 2 küzdhet tovább a végső győzelemért, a 3. és 4. pedig az 5.-8. helyet játszhat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Koncerttel, cirkuszi showval, egész napos színes kavalkándal várja a kicsiket és nagyokat a Sóstói Múzeumfalu július 30-án. A rendkívüli gyermeknapon az érdeklődők bekapcsolódhatnak a restaurátorok munkájába, vagy akár egy rögtönzött ásatáson a régészek feladatait is kipróbálhatják. A Józsa András Múzeum is különleges programmal készül a nyáron, augusztus végén az erdélyi fejedelemséget bemutató nagyszabású kiállítás érkezik a megyeszékhelyre. Az elmúlt időszakban több gépjármű tűzés történt a megyében, ütközés során ritkán gyulladnak ki a járművek, nagyobb a valószínűsége annak, hogy valamilyen műszaki hiba okozza a füstöt és a lángokat, ilyenkor azonnali cselekvésre buzdítanak a szakemberek. 2 újabb jövevénnyel ismerkedhetnek meg a Nyíregyházi Állatpark látogatói, hiszen egy sárga szakállas maki és egy grévi zebra látott napvilágot. A különleges állatok anyjuk mellett töltik mindennapjaikat, és szépen fejlődnek gondozóik nagy örömére. Ezek voltak a legfontosabb történések Nyíregyházán csütörtökön, holnap este is várjuk majd Önöket híradóval. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!